Történelmi és bűnügyi történetek, film sikerek adaptációi, idén 50 éve kezdte pályafutását hazánk egyik legkiemelkedőbb képregényrajzolója, Fazekas Attila. Alkotásaiból a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár képregénytárában nyílt kiállítás. Kertés Sándor, a tár szakmai vezetője elmondta, Fazekas Attila a legnagyobb életművel rendelkező képregényrajzoló Magyarországon. Eddigi munkássága alatt több tízezer rajzot készített, de ma is aktív alkotó. Sikerült rábeszélnem arra, hogy nem másolatokat, ne nyomatokat hozzunk el, hanem az eredeti rajzokat, tehát ami itt a kiállításon látható, valamennyi kiállított munka eredeti grafika, ami látszik a ceruzanyom, a radirozások, a különböző javítófestékeknek a használata, a különböző ragazgatások, tehát aki most ezt a kiállítást megnézi, az valójában egy kicsit abba is betekintés nyerhet, hogy hogyan készültek ezek a képregények. Tehát ma a digitális technika világában, amikor Hát ő már egy ilyen utolsó mohikán, aki nem számítógépen készíti a rajzait, hanem mind a mai napig szabadkézzel, ecsettel, tussal, filccel rajzol. Aki eljön ezt megnézni, ezeket a rajzokat, az egy komoly egy grafikai felkészültségről öööö lát munkákat, és hát sokat lehet belőle tanulni. Az alkotó erőssége a történelmi díszletek, jelmezek, hátterek ábrázolása is. A science fiction műfajban is több kultikus képregény fűződik a nevéhez. Ilyen például az A Jedi visszatér. Attila az gyakorlatilag beült a moziba, és a film vetítése közben fényképezővel elkezdte le fényképezni a jeleneteket, és ez, ez, alapján rajzolta meg tulajdonképpen a csillagok háborúja e, történetét, illetve a Jedi visszatér, ami egy kultikus képregényé vált Magyarországon. A kiállítás március végéig látható a képregénytárban. Azt követően Dargai Attila, Balázs Béla díjas rajzfilmrendező és képregényrajzoló eredeti grafikáiból rendeznek tárlatot a kiállító térben.